Mi szoktunk beszélgetni a tanulóval, egymás lelki támaszai szoktunk lenni, és igazából az a cél, hogyha egy rossz kedve is van, a végén egy kicsit elégedetten és boldogan szálljon ki az autóba, már megérte, hogy ma eljött vezetni. Budapesti 27-es számú autós iskola tanpályáján vagyunk. Itt gyakorolnak gyakorlatilag az autósok is. Ugye a régi rendszerben kötelező volt a tanpálya, ma már nem kötelező, de mi úgy gondoljuk, hogy nem árt azért olyan körülmények között gyakorolni az egyes úgynevezett rutin feladatokat, hogy teljesen nyugodtan, önállóan, akár hogyha hibázik is valaki, nem kell félni attól, hogy jön egy másik autó és baleset történik, vagy bármi. A motorosok is így gyakorolnak egyébként, és készülnek. Nyilván egymást azért nem szoktuk zavarni, elférünk egy ekkora pályán. Ez az autós iskola 1973-ban indult. Munkaközösségképpen indult, tehát magánszemélyek álltak össze, és csináltak egy autós iskolát. Igazából én 83 óta vagyok az autós iskolának tagja, most már ugye családilag tulajdonos. Én a jogosítványomat itt szereztem ebbe az autós iskolába. Egyébként az iskolának ez egy kicsit sajátossága is. Az irodában Erika titkárnőnk itt szerezte a jogosítványát, a két gyerekem itt szerezte a jogosítványát, a feleségem itt szerezte a jogosítványát, a motoros oktatónk itt szerezte a jogosítványát, és ezen kívül van még két oktatónk, akik itt szerezték a jogosítványukat. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ha nem a szoros család itt veszem, hanem egyébként is majdnem egy családi a dolog, tehát mindenki már a jogosítvány megszerzésénél kapcsolatba került az iskolába. Mióta megszülettem, szerintem meg az öcsémmel is az autó körül, meg az iskola körül forgott az életünk, tehát igazából mi ebbe belenőttünk. De én hadakoztam apa ellen, hogy nekem ebbe dolgoznom kell. Elég sokáig, mondjuk évekig. Tudtam, hogy mivel jár ez, és nem biztos, hogy azt gondoltam, hogy nekem ez való. Ő szentül hitte, hogy igen, és hogy én itt fogok lenni. Hát neki lett igaza. Tehát neki lett igaza, és igazából én egy 7 éve körülbelül, amikor is így jobban belefolytam, és napi szinten vagyok jelen az autós iskola életében. Kialkalmas oktatónak ez az élet fogja eldönteni. Tehát nagyon sokan vannak, akik rendelkeznek oktatói végzettséggel, dolgoznak egy hónapot, kettőt, hármat, egy évet, és abba hagyják. Erre elég sok példa van. Tehát az utóbbi évek oktató képzéséből is nagyon kevesen maradtak meg a szakmában. Én azt tudom mondani, hogy ezt szeretni kell, csinálni kell, de nem könnyű. Tehát itt azért vannak sokan, akik jönnek, felvételiznek, kérnek segítséget, hogy segítsünk, mert az autós iskola végzi a gyakorlati képzését a mai oktatásban az oktatóknak. Megadunk minden segítséget, aki jelentkezik, de hát sajnos sokan már a kresszen elvéreznek úgy, hogy van 5-10-20 éves jogosítványuk, és nem képesek egy sikeres kresszvizsgát tenni. Hozzá kell tennem, hogy itt azért szigorított kresszvizsga van, tehát nem a normál kresszvizsga, megvan, hogy hány hibapontot lehet rontani. Én először vezetéstechnikai oktató lettem. Ez a szakmának egy másik oldala, azt nagyon szerettem csinálni, és igazából, mivel azt szerettem, utána magával vonzotta azt, hogy ezt is már szeretném csinálni, és igazából én így folytam bele az oktatói részében az autós iskolának. Apuja a döntő szó szerintem. Neki azért nagyobb tapasztalata van, de azért vannak ötleteim, és azért ezt megpróbálom véghez vinni, meggyőzni. Hát igen, a modern technikát azt ő kell, hogy hozza. Tehát egy e-learning, vagy Facebook, vagy tehát ezekkel, ami a mai fiatalok élnek, hát ahhoz
Én egy kicsit gyenge vagyok, megmondom őszintén, és ő viszont az az oldalban meg erős. Az oktatást mindig azzal kezdjük, hogy elmondjuk, hogy hogyan állítjuk be az ülést, a tükröket, és akkor abban segítünk a tanulónak. Van egy szakmai mondandónk, és akkor azt, ha valami kérdés van közben, akkor nyilván speciálisan megválaszolom a tanulónak, de igazából az információ az egy és ugyanaz, de minden tanuló más, és nyilván a kérdéseik is mások. Tehát ezáltal egyénre szabott az információ átadás. Igazából én az oktatást úgy szoktam definiálni, hogy mi egy pszichológusok vagyunk, akik oktatnak, mert igazából ismernünk kell a tanulót ahhoz, hogy mi tudjuk azt csinálni, hogy jól oktassunk. Ha aznap éppen olyan kedvel érkezik a tanuló, hogy ma nem alkalmas arra, hogy bármilyen feladatot megcsináljunk, akkor váltani kell, és ismernem kell őt ahhoz, hogy tudjam, hogy mit csinálok vele aznap. Nagyon sokszor mi szoktunk beszélgetni a tanulóval, egymás lelki támaszai szoktunk lenni, és igazából az a cél, hogyha egy rossz kedve is van, a végén egy kicsit elégedetten és boldogan szálljon ki az autóba, már megérte, hogy ma eljött vezetni. Ugye 73-ban alakult az iskola, az akkori képzésnek voltak kötelező tartozékai, az itt látható makettek, modellek, ezekkel oktattuk a szakanyagot. Ma már ugye ezek interneten nagyon sok hozzáférhető van, illetve egyéb PowerPoint, stb. Programokkal oktatjuk, amik azért mondjuk úgy, hogy látványosabbak, meg jobban érzékelhetők. Igazából ez azért jó, hogyha még van esetleg egy ilyen tanfolyam is, ahol részt vesznek személyesen, nem csak otthon a számítógépen, itt lehet kérdezni. Tehát ha valaki nem ért valamit, meg tudja kérdezni. Ami még nálunk, mondjuk úgy, hogy 88-ban én elkezdtem, mozgássérülteket oktatunk, van autónk is, ami mozgássérültek oktatására alkalmas. Hát legutoljára Viki Bajáról jártak hozzá, mert olyan mozgássérült autó nem találtak az országban, ami az ő előírásainak megfelelő, segédberendezések előírásának megfelelő. Úgyhogy a miénk jó volt, úgyhogy Viki oktatta az urat. Én az automatában azt látom kihívásnak, hogyha egy mozgáskorlátozottat meg lehet tanítani, és azt is valljuk, és igazából a mottónk is az, hogy élj teljes életet az utakon is. Hát ez annyira változatos, hogy nem lehet unni, még az sem, hogy egyik óráról másik órára ugye más-más ember ül az autóba, az egyik épp most jött először, a másik meg holnap vizsgázik, tehát teljesen másképpen kell foglalkozni, tehát tényleg változatos. Tehát itt aztán nincs az, hogy az ember beledől az unalomba, úgyhogy gyakorlatilag én szerintem ez biztos, hogy nagyon jó benne. A másik meg azért így most azt kell, hogy mondjam, azért csak létrejött egy cég, amit azért jó lenne továbbvinni, vagy továbbadni, ugye nekik. És hát ez majd úgyis az övéké lesz, úgyhogy én most már lassan nyugdíjkorú leszek, hogy fogok-e dolgozni, vagy mennyit, azt még a jövő zenéje. Nyilván az egészségfüggő is lesz, de én úgy gondolom, hogy ez most lassan már a gyerekek dolga lesz. Nekem a nagyszüleim is erzsébetiek voltak, és én is itt születtem. Hát a gyerekek is tulajdonképpen ide születtek, itt nőtek fel Erzsébeten, majd most jelenleg Soroksáron lakunk. Hát Erzsébet és Soroksár határában. Szerintem Erzsébetnek az az előnye, hogy annyira pont távol van a belvárostól, hogy csendre aki vágyik, az megtalálja egy kisebb utcába, de ha hamar be akar jutni a városba, én is amikor egyetemre jártam, 20 perc alatt a határútat el lehet érni. Számunkra a vállalkozás szempontjából is azért a réteg az főleg Erzsébet és környéke, de volt, aki messzebbről is, mert itt lakott, de elment, de mégis visszajárt, és itt tanult vezetni. Hát nekem az életem során én amire büszke vagyok, a mozgáskorlátozottak közül van kettő hölgy is,
akire azért vagyok büszke, és meg magamra, hogy végig tudtuk csinálni. Az egyikkel a mai napig barátságot ápolunk, és találkozunk, és beszélgetünk. Neki, ő a lábával volt probléma. Volt egy másik hölgy, akinek meg a lába egyáltalán nem működött, speciális kocsival közlekedett, és a kezével is voltak gondok, és a speciális felszereléssel, de tudtunk autót vezetni, és igazából őt nevezem az életem kihívásának idáig, és őt meg tudtam tanítani vezetni, és akkor azt mondtam, hogy akkor megérte. És akkor volt az, hogy azt éreztem, hogy na, a szakmának van annak előnye, meg igazából, hogy mire vagyunk büszkék. Nekem egy álmom van, az egy Forma 1-es autót vezetni, és igazából a Forma 1-es pályán menni, azzal a sebességgel, amivel ott mennek, az még kihívás az életemben. Ez még nem adatott meg, a Hungaroringen már mentem, tehát az már pipa, de egy Forma 1-es autó még azért remélem egyszer összejön.